Sziasztok! Ebben a videóban a rossz termékekről lesz szó. Vagyis, mint ígértem nektek, hozok egy olyan videót, amiben megmutatom a rossz termékeimet. Hát akkor lássunk meg ilyen. Először is kezdjük ezzel a hajlapkon. Na hát ez azért rossz, mert mikor ráfújod a hajadra, úgy néz ki, mint a zsíros lenne, meg úgy összeragasztoljam. Én nem is tudom, nem lesz olyan sima tőle a hajad, nem lesz ilyen összeragaszt a hajadat konkrétan. Ez ilyen rossz termék. A Dalintól van, néz ki, ilyent ajánlom, hogy soha ne vegyetek, mert a hajatok katasztrofális lesz. Na, itt az első, és jöjjön a második. Ez egy ilyen folyékony testápoló, vagyis, hogy fújni kell, ilyen, tudjátok. És ez azért nem jó, mert a bőrre nem jó. Nehogy fújjatok, és én legelőször azt hittem, hogy ez parfüm. De nem parfüm, hanem a bőrre való. Ráfújtam a nyakamra, és lettek valami piros pöttyök, nem tudom. Na hát ezt soha ne vegyétek meg, ezt én az Avontól rendeltem, ez a Hello Kitty, csak le van tépve a papírja, ez soha ne vegyétek meg. És akkor jöjjön a legrosszabbik, a Very Bella termék. Hát ez szemre kell, de olyan, mint a krém lenne. Tudjátok miért? Én most kisbontom nektek, már használtam többször, de olyan sokat kell felvinni, hogy látszódjon, hogy jaj. És tudjátok miért is? Azért, mert krém, nem por. A porszemhéjpúderek azok jók, mert azok látszanak a szemem, de ebből egy csomót fel kell vinni. És a krém, nézzétek, kenni lehet. Kenni. Ez nem jó semminek. Ajánlom, hogy ezt sem vegyétek meg. Ebbe volt egy ecset, azt kiszedtem, az ecsetét használom, de ez olyan, mint a krém, ez nem jó semminek. Na hát akkor itt volt a harmadik, jön a negyedik. Ez is a Very Bellától lesz. Ez egy szájfény. Ez nem jó, mert olyan, nem tudom milyen íze van, és csípje a szádat. Ez nem jó ez a termék. Hát Very Bellától én többet soha nem fogok rendelni. Igen, ez a szájfény, ez is a Very Bellától. Itt van a felirat, hogy Very Bella. És jön az utolsó. Az utolsó pedig ez egy ilyen Raspody Paris körömlak lesz. Ilyen hátulja, és ilyen szürke. Ezt ne vegyétek meg, tudjátok miért? Azzal van kifestve a köröm, a tegnap festettem ki, és érzékeltem, hogy milyen rossz termék. Azért, mert olyan nyúlós, mikor kibontod, nem olyan folyékony, nyúlik. Nézzetek csak meg, és nem is jön ki belőle. Nézzetek meg, hogy nyúlik. Nem tudom, most lássátok, de nyúlik, és nem is fog nagyon, és van, amikor túl sokat tesz, akkor olyan ragacsos lesz a körmöcs. Ecsetje se jós, jaj. Ez se jó termék, ajánlom nektek, hogy ne vegyétek. Na hát igen, ennyi lett volna a én kis videóm a rossz termékekről, amiket bemutattam nektek. Igen, hát a Very Bella se jó, pedig én azt hittem, hogy jó, de nem jó sajnos. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, ne vegyetek ilyen termékeket, ajánlom. És akkor igen, lájkoljatok, iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek még valamilyen videót, kommenteljetek, vagy Facebookon is írhattok, akármin. Sziasztok!